A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hívjuk segítségül Isten szent lelkét, és énekeljük a 368. ének első és második verseit. Jövel, szent lélek Isten, tarts meg minket igédben! Imádkozzunk! Istenünk, valljuk ennek a Zsoltárnak a szavaival mi is, hogy Te erős Isten vagy, uraknak ura és királyoknak királya. Bocsáss meg, hogy sokszor csak a nyelvünk mondja ezt, de a szívünkben nem merjük komolyan venni. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor megtelik a mi szívünk aggodalmaskodással, és oly sok panasz, elégedetlenség, zúgolódás jön ki a szánkon. Ahelyett, hogy dicsőítenénk téged, akinek nagyságát hirdeti a teremtett világ. Isten, légy irgalmas nékünk, hitetleneknek, veled szemben bizalmatlanoknak. Áldunk téged az elmúlt hét minden ajándékáért. Megvalljuk bűnbánattal, hogy sokszor szó nélkül megyünk el ajándékaid mellett. Keveseljük azokat. Bocsáss meg minden mulasztást. Bocsáss meg, amikor csukva maradt a Bibliánk, és csukva maradt az ajkunk is, és nem hangzott imádság, és nem tudtunk imádni téged, mint egyedül igaz Istent. Segíts ezt most ebben a csendben pótolni. Szeretnénk megalázni magunkat előtted. Segíts, hogy annak lássuk magunkat, akik valójában vagyunk, és annak lássunk téged is, aki valójában vagy. És így tudjunk teljes bizalommal jönni hozzád. Olyan nagy szükségünk van rád. Olyan sokszor át kell élnünk tehetetlenségünket, kiszolgáltatottságunkat. Olyan sok bizonytalanság vesz körül bennünket, tele van feszültséggel a levegő körülöttünk, és sokszor mi magunk is ezzel telünk meg. Szeretnénk itt lehiggadni, elcsöndesedni a te szent színed előtt. Szeretnénk tőled ajándékokat kapni. Bűnbocsánatot, tanácsot, útmutatást, erőt, békességet. Szeretnénk veled magaddal meggazdagodni. Tedd ezt lehetővé, kérünk. Hadd tudjuk mindnyájan másként folytatni az utunkat, mint ahogy ide érkeztünk. És könyörgünk most mindazokért, akik velünk együtt téged keresnek, és a te igédre figyelnek. Különösen azokért, akik üldöztetést szenvednek, akik csak titokban tudnak összejönni, akik csak halkan mernek énekelni. Vedd körül a mi üldözött testvéreinket a te védelmeddel,
és adj nekik bátorságot, hogy hűek maradjanak hozzád. Rajtunk pedig könyörülj meg, hogy el ne kényelmesedjünk itt a viszonylagos jó módunkban. Hadd tudjunk mi is rád figyelni, és feltétel nélkül engedelmeskedni neked. Amen. Isten igéjét a Jelenések könyve 4. részéből olvasom, a 4. rész 8-tól 11-ig terjedő verseiben, így szól Isten igéje. A 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondta, Szent, Szent, Szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt, koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Eddig az ige. Kedves testvéreim, a Jelenések könyve a Biblia egyik legnehezebben érthető irata. Amikor a legutóbb bibliaolvasó kalauzunk szerint napi olvasmányunk volt, ismét többen kérték, hogy vegyük elő egyszer ezt a könyvet úgy, hogy megtanuljuk, mit jelentenek a benne szereplő képek és jelképek, hogy jobban értsük ezt is, mint Isten igéjét. Ha Isten segít minket, néhány alkalommal most megpróbáljuk ezt. Az ősszel egyszer már szó volt a bevezetéséről, és akkor láttuk, hogy a Jelenések könyve vigasztaló írásnak született. Az első század végén, a 80-as, 90-es években, amikor megindult az első szervezett, kegyetlen keresztjén üldözés, akkor keletkezett ez a könyv. A római császár kötelezővé tette a birodalomban, hogy Istenként is tiszteljék őt. A keresztjének természetesen erre nem voltak hajlandóak. Éppen ezért nagyon sokukat kivégezték. Csak nem minden keresztjén családban volt halott, gyászoltak, és minden keresztjén folyamatos életveszélyben élt. Szükség volt tehát a gyászolóknak vigasztalása, a fenyegetett hívőknek pedig bátorítása, hogy tartsanak ki Jézus mellett mindvégig, ha kell, a véltanú halálig. Légy hű, mint halálig, ez erre vonatkozik, mert akkor néked adom az élet koronáját, ahogy olvassuk a Jelenések könyvének az elején. Az első fejezet ezt részletezi, hogy mi célból született ez az írat. A második és harmadik fejezetben 7 levél formájában értesülünk arról, hogy milyen volt az akkori gyülekezetek állapota, és nagyon sok minden ma is időszerű abból. A 4. fejezettől a könyv végéig olvashatjuk azokat a proféciákat, amelyekben Isten szent lelke kijelentette János apostolnak, hogy mi minden történik majd meg a Krisztus második eljövetelét közvetlenül megelőző időben. Ennek a profécia sorozatnak a bevezetője a mai igénk. Ebben a szakaszban Isten bepillantást enged az apostolnak a mennybe. Egy mennyei Isten tiszteletet láthatunk itt, hogyha elolvassuk ezt a részt. Mi történik ott? És mi közünk van nekünk 21. századi sok gonddal, nyomorúsággal küszködő hívőknek ehhez? Egy örömhírrel kezdődik a fejezet,
Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben. Ez azért nagy evangélium, mert amikor az ember fellázadt Isten ellen, akkor becsukta maga mögött a mennyország kapuját. És semmi lehetőségünk nem maradt arra, hogy visszataláljunk Istenhez. Viszont Isten hiánya gyötri meg az emberiséget, minden nyomorúságunk gyökérbaja az, hogy Isten nélkül próbálunk élni. Jézus Krisztus pontosan azért jött, hogy lehetővé tegye, hogy visszataláljunk Istenhez. Amikor ő meghalt a kereszten, a jeruzsálemi templomban a vastag kárpit, ami elválasztotta a szentek szentjét a templom egyéb helyiségeitől, ketté hasadt, jelezvén azt, hogy megnyílt az út a bűnös előtt a hatalmas Istenhez. Nyitva van a menny kapuja, vissza lehet menni, és aki Jézus Krisztusra hivatkozva, a benne vetett hittel közeledik Istenhez, a szerető, megbocsátó atyát fog találni. Szeretném mondani, hogy a mennyország kapuja előttünk is nyitva van, de neked kell belépned azon, és oda csak Jézus érdemében reménykedve, mint egy vele együtt lehet belépni. Boldog az az ember, aki már földi életének sok-sok gondja, nehézsége között bizonyos lehet abban, hogy a mennyek is polgára. Nem csak Pál apostol írhatta le, ahogy a Filippi 3.20-ban olvassuk, hanem valamennyien elmondhatjuk, ha igazán hiszünk Jézusban, hogy nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. János azonban nem csak lát valamit, hanem hall is. Isten kimondhatatlan ajándéka, hogy újra szóba áll az emberrel. Kijelentést hall a mennyből. És mi tudjuk, éppen János evangéliumából, hogy maga Jézus Isten beszéde. Ő az az ige, akiben mindent elmondott nekünk Isten, amit tudnunk kell. Ezt a mennyei kijelentést azonban csak az élti, akiben ott van Isten szent lelke. Az újjá nem született embernek, ahogy olvassuk az 1 Korintus 2-ben, egyenesen bolondságnak tűnik az, amit Isten mond. Nincs vevőkészüléke, nincs benne rezonancia készség. Hiába mondja Isten, neki az nem Isten szaváként hangzik. Ezért is mondja Jézus, hogy szükséges újonnan születnetek. A Korintusi levél első részének a második fejezetében részletesen ír erről az apostol, és itt állapítja meg azt, hogy akiben nincs Isten lelke, az nem értheti meg az Isten gondolatait, mi azonban nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Kapta de már ezt a lelket. Szükséges újjászületni ahhoz, hogy mi értsük Istent. Ha valaki nem érti a Bibliát, ha valakinek az igehirdetés mindig csak emberi beszéd, az arról árulkodik, hogy a vétellel van probléma. Szükséges újonnan születnünk. És akkor nem csak halljuk, hanem értjük is, amit Isten mond nekünk. És mit mond el Isten? Azt, aminek be kell következnie. Ez arra utal, hogy Isten cselekvő Úr. Nem csak megteremtette ezt a világot, hanem folyamatosan kormányozza is. És minden földi eseményt megelőz egy mennyei esemény, illetve mennyei döntés. Nem véletlenül, esetlegesen történnek itt a földön a dolgok. A Jelenések könyvéből nagyon világosan kitűnik, hogy atyai kéz kormányoz mindent. Isten a történelem ura, és neki van ereje és gondja arra is, hogy a mi kicsi életünket is irányítsa. Egy példát hadd említsek erre éppen a Jelenések könyvéből. Jézus Krisztust
egy meghatározott helyen és meghatározott időben feszítették keresztre. De ezt a földön bekövetkezett eseményt örökkévaló mennyei döntés előzte meg, annyira, hogy ezt olvassuk a 13. részben, hogy a bárány megfeszítetett már a világ teremtése előtt. Örök isteni döntések előzik meg a mi életünk eseményeit is. És mit lát János, amikor bepillanthat a mennybe, és a mennyei istentiszteletből láthat valamit? Elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónon ült valaki, aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz, a kárneolhoz, és akkor sorolja, hogy mi mindenhez. Hasonlónak látszott. Nem lehet leírni pontosan. Istent nem is nevezi meg, de nem is írja le, mert az Isten lélek. És óvakodjunk mi is attól, hogy bármilyen elképzelésünk legyen Istentől, Istenről. A második parancsolatban, ami Urunk ezt kategorikusan megtiltja nekünk, ne próbáljuk elképzelni, hogy milyen ő, mert abból csak torzó lesz. Sajnos sok hamis elképzelés él az emberekben. Az Isten lélek, őt nem láthatta és láthatja senki, de a hitünkkel komolyan vehetjük azt, amit önmagáról mond. Isten újra és újra erre akar rászorítani minket, hogy higgyünk az ő szavának. Hitben járjunk. Aztán ő majd meggyőz minket arról, hogy igaz, amit ő mondott. Isten jelenlétét meg lehet tapasztalni, a hiánya miatt lehet szenvedni, de őt magát meglátni, vagy leírni nem lehet. Hasonlónak látszott. Keresi a kifejezéseket, leírhatatlan mindaz, amit ott lát. Nem is Isten személyéről próbál beszámolni, hanem a munkájáról. És itt kezdődik az, hogy ezeket a sajátos kifejezéseket helyesen értsük, és ezek tartalommal telítődjenek. Isten ül az ő trónján. Ez azt jelenti, hogy gyakorolja a hatalmát. Amikor a király a trónján ül, nem mindig ül ott, akkor ténylegesen, mint király, gyakorolja a hatalmát, uralkodik, országol, ahogy a régi magyar nyelvben mondták. Isten tehát gyakorolja a hatalmát. A trónból mennydörgés és villámlás jön ki. Ez arra utal, hogy Isten ítéletre készül. De a trón fölött ott van a szivárvány, ha olvastuk volna az egészet, hallhattuk volna, és a szivárványban a zöld szín a leghangsúlyosabb. Vagyis Isten, miközben ítéletre készül, sem feledkezik meg a szövetségéről, az ígéreteiről, és van reménye a tőle elszakadt embernek arra, hogy kegyelmet kap Istentől. És a trón körül 24 vén helyezkedett el, fehér ruhába öltözve, a fejükön aranykorona. Kik ezek? Ilyeneken szeretnek vitatkozni a ráérő teológusok. Pedig a Bibliában világos magyarázata van a legtöbb ilyen jelképnek és képnek. A vita két irányba halad. Vannak, akik azt mondják, hogy ezek angyalfejedelmek. A következő részből, az ötödik részből azonban inkább az derül ki, hogy az üdvözülteknek a képviselői. Minden esetre mennyei lények veszik körül az Isten trónját. Mint egy udvartartása ez az uralkodónak, a mennyei lények, akik fehér ruhába öltöztek, ez azt jelenti, hogy papi szolgálatot végeznek, Isten tiszteleten vagyunk, Isten dicsőítése hangzik itt, a mennyei lények dicsőítik az Urat. Izraelben 24 papirend volt, lehet, hogy a 24-es szám erre emlékeztet. Vagy ha valaki tovább variálja, akkor eszébe juthat, hogy ha a 12 ószövetségi pátriárka és a 12 újszövetségi apostol,
adja ki a 24-es számot, akkor még inkább arra utal ez, hogy mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség hívői, az üdvözültek serege dicsőíti Istent a mennyben. Az biztos, hogy a mennyei lényekről van itt szó. És ki az a négy különös állat, vagy mi az a négy állat, amiről ezután olvasunk? Az oroszlán a fizikai erőnek a jelképe volt mindig, a bika a nemző erőnek, a sas a szárnyaló szellemi erőnek a képviselője, és ez a különös ember az egész emberiség megtestesítője. Ez pedig azt fejezi ki, hogy az egész teremtett mindenség hódol az Isten előtt. A 24 vén a mennyei világ képviselői, a négy élőlény pedig az egész kozmosz, az egész teremtett valóság reprezentánsa. Ezeknek az élőlényeknek különös szemeik vannak, mindent látnak, bárhova gyorsan oda tudnak menni, mint az Isten trónállói állnak rendelkezésére. És mit tesznek a mennyei világ és az egész teremtett világ képviselői? Imádják az örökkön örökké élőt. Azt olvastuk, hogy szünet nélkül, éjjel-nappal ezt mondják, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. És aztán még a koronáikat is leteszik a trónus elé, és mindnyájan ezt mondják, méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett, és teremtetett. Úgy tűnik, ez az Isten által teremtett világ feladata, sőt, kiváltsága, hogy dicsőítse Istent. És ha nem ezt teszi, akkor Isten helyett feltétlenül dicsőíteni fogja Isten valamely teremtményét. A római levél első fejezetét szeretettel ajánlom mai olvasmánynak, házi feladatnak a testvéreknek. Pál apostolot részletesen leírja, hogy Isten minket arra teremtett, hogy imádjuk őt. Az ember bűne azonban az, hogy nem imádja Istent, hanem elkezdi önmagát isteníteni, vagy ha Isten nem imádja, feltétlenül Isten valamely teremtményét kezdi imádni. Hát az összes vallás erről beszél. Állatokat imádnak Istenként, égi testeket imádnak Istenként. Érdemes végigmenni a különböző kultúrákon, és megvizsgálni a vallásokat. Ahol nem az egy igaz, valóban létező Istent imádják, mint teremtőt, ezt is hangsúlyozza a Róma 1, ott az ő teremtményei közül valamit kezdenek el imádni. Legrosszabb esetben és legszívesebben önmagát kezdi isteníteni az ember. Isten őrizzen meg ettől minket, és adjunk hálát ő neki azért, hogy figyelmeztet bennünket arra, hogy kit illet meg egyedül az imádat. Mit jelent az, hogy szent? Ebben az összefüggésben Istenre vonatkoztatva azt jelenti, hogy ő nem hasonlítható össze senkivel. Nem mérhető senkihez. Ő egészen egyedülálló. És mit jelent Istent imádni? Azt, hogy őt Istenként tiszteli valaki. Komolyan veszi, hogy egyedül ő, a teremtő és a világot kormányzó hatalmas Úr. És ebből következik, hogy így bízik benne. Azzal dicsőítjük, imádjuk Istent, ha bízunk benne. Ebből következik, hogy feltétel nélkül engedelmeskedik neki, mert ha ő szuverén Úr, én pedig az ő szolgája vagyok, akkor ez magától értetődik. Istent imádni azt jelenti, hogy tudomásul vesszük a tényeket. Azokat a tényeket, amikről itt olvastunk. Hogy tudnélik, ő teremtette a világot. Hogy ő neki mérhetetlen hatalma van, és az ő hatalmát gyakorolja. Az Úr
uralkodik. Több zsoltárunk van, amiben ott van ez a banálisnak tűnő megállapítás, amire azonban újra és újra figyelmeztetni kell magunkat. Istent imádni azt jelenti, hogy komolyan vesszük, amit Jézus a mi atyánkban mondott, tiéd és egyedül csak a tiéd, az uralom, a hatalom és a dicsőség. Ennek az egész mennyei jelenetnek a tartalma, lényege, célja Isten imádása. És egy picit erről beszéljünk most, mert sokaknak nem tűnik föl, hogy a Biblia különbséget tesz imádság és imádás között. Latinul az oráció és az adoráció között. Mi a különbség? Az imádság beszéd, gondolatok, érzések, vágyak kifejezése. Köszönet, kérések megfogalmazása. Az imádat magatartás, lelkület, életszemlélet, egy sajátos világnézet, aminek a lényege az, hogy felismerte az Istent imádó hívő, hogy Isten Úr az egész világ fölött, és elismeri őt Úrnak a maga személyes élete fölött is, ezáltal kapcsolatba kerül vele. És amikor a hitáltal kapcsolatba kerül a világ teremtőjével, biztonságban érzi magát. Érdemes lenne ezt akár csupán lélektanilag kibontani, hogy milyen gazdag tartalom van ebben. Különösen egy ilyen világban, amiben mi most élünk, amelyik tele van bizonytalansággal, feszültséggel, ahol a magunk kiszolgáltatottságát, tehetetlenségét sokkal többféle módon kell átélnünk, mint ahogy korábban ehhez volt szerencsénk. Milyen kimondhatatlan többlet az, hogy van egy biztos pont a hívő életében, hogy ismeri és elismeri a mindenható Istent, akihez neki személyesen köze van, akivel ő hozzátartozik, akire számíthatunk, aki nyitott ajtóval vár mindig, akinek van szava hozzánk, aki lehetővé teszi, hogy értsük az ő szavát, és újra rájövünk, hogy az ő szava valóban élet, életkérdés, hogy megértem-e, mit akar velem, és öröm neki engedelmeskedni, és az ő közelében, a vele való szövetségben biztonságban vagyok. Itt is megdobálják életünk kicsi csónakját, az életnek a viharai, de Jézus is ott ül a csónakban, mint ahogy a tanítványokéban ott volt. És vele együtt nem süllyedhet el egyetlen csónak sem, egyetlen viharban sem. Ezért írja Pál apostol, amikor az Isten imádásáról szóló rövid gondolatát befejezi, hogy mi lesz annak az eredménye, az Isten békessége, az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amikor Isten imádásáról van szó itt az igében, akkor nem valami elvi teológiai gondolatot fejtegetünk elvont módon. Ez a hétköznapjaink, a legvaskosabb, legnehezebb helyzeteink fölött ragyog ez a fény, és éppen ezekhez a helyzetekhez akar nekünk Isten erőt adni. Mert aki Istent imádni kezdi, az egyre inkább érti őt, az egyre jobban egyetért vele, az belsőleg azonosul vele, az átéli azt, hogy ő valóban mennyei atya az ő gyermekeinek. Az imádság Isten ajándékaira figyel. Az imádat Isten személyére és Isten tetteire figyel. Hogy mi a különbség, arra hadd mondjak egy nagyon szerény, de számomra roppant szemléltető példát. Egy sok gyermekes édesapával történt, hogy nem volt szokása munkát hazavinni, az estét a családjával szerette tölteni, de egyszer muszáj volt hazavinni, és annak másnap reggelig el kellett készülni.
Éppen ezért vacsora után azonnal bevonult a szobájába, és megpróbált dolgozni. Drága gyermekeire azonban éppen aznap este jött rá, hogy apukával beszélgetni akarnak. Az egyik jött, hogy kérne valamennyi pénzt. A másik engedélyt kért a valamelyik estéjel szóló kimaradása, de el kellett magyarázni hosszan, hogy miért. A harmadik csak egy könyvet kért tőle kölcsön, a negyedik meg egy nagy tervét akarta előtárni, hogy ezt beszéljék meg. Egy ideig türelmes volt, aztán elfogyott apuka türelme, és mondta, hogy most már hagyjatok békén, mert így egy csöppet se fogok aludni az éjszaka, ezt muszáj elkészíteni. Egy ideig csend volt, belemélyedt a munkájába, aztán megint nyílt az ajtó. Megjelent a legkisebb, és mérgesen ráfölmet, hogy hát te meg mit akarsz? És ő megszeppenve csak ennyit mondott, én nem akarok semmit, csak oda leülnék, és nézni szeretném, hogyan dolgozol. No, ilyenkor lábat könyve az apukák szeme, mert ilyet ritkán hallanak. Nem kell semmi tőled, te kell lesz nekem. Ez nagyon gyarló szemléltetése az imádság és az imádat közti különbségnek, és embert imádnunk nekünk szigorúan tilos. Ez a kicsi se imádta az apját, csak a lelkület, a magatartás mutatja ezt. Nem valami kell tőled, hanem te kell lesz. Ez az Isten imádásának a lényege. Én most nem kérek semmit, még csak nem is köszönök meg semmit, tele vagyok örömmel, amiatt, hogy te vagy, hogy ismerhetlek, hogy van közöm hozzád, hogy egy ilyen nyomorultat magad elé engedsz, szeretném nézni, hogy hogyan dolgozol. Az Isten tetteit, és így az ő személyét figyeli az, aki imádja őt. Sajnos kevesen szokták ezt gyakorolni. Ezért marad olyan távol tőlünk Isten. Ezért maradunk követelőzők. Ezért gondolják sokan azt, hogy imádkozni azt jelenti, hogy a kéréseimet elmondom Istennek. Vagy ha valaki őszinte, úgy kellene mondania, hogy benyújtom neki a megrendelésemet. Ez nem imádság, testvérek. Ez sokszor Isten káromlás. Mert én képzelem magamat Isten fölé, én megmondom neki, hogy mit csináljon. Mert én tudom, hogy mire van szükségem. Jézus ennek az ellenkezőjét mondta a hegyi beszédben. Azt mondta, hogy a ti atyátok jól tudja, hogy mire van szükségetek. És aki őt imádni is szokta, az ebben lesz bizonyos, hogy ő jól tudja, mire van szüksége. Éppen ezért szinte fölösleges is neki sorolnom. Elmondom azért, mert bízom benne, és mint az ő gyermeke elmondom, hogy én hogy látom és mit szeretnék. De a végére mindig vesszőt teszek, és úgy fejezem be a mondatot, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ez az Isten imádása, mert emögött van feltétel nélküli bizalom, és ennek a gyümölcse lesz az a békesség, amelyik minden értelmet felülhalad. Amikor nem lehet megmagyarázni, hogy te hogy a csodába tudsz most is nyugodt maradni. Úgyhogy lehet, hogy nyugalmam nincs, ahogy Reményik Sándor írja, de békességem van. Mert tudom, hogy kihez tartozom. Tudom, hogy az Úr uralkodik, tudom, hogy semmi nem történhet velem és velünk véletlenül, és tudom, hogy azoknak, akik őt szeretik, mindent a javukra fordít. Azt is, amire most én csak azt tudom mondani, hogy ez rossz. De bízom abban, hogy még ezt is a javamra fordítja. Ez az Isten imádása. Ez a lelkület, ez a világnézet, ez az életszemlélet. A mennyei Isten tiszteleten ez történik, és csak ez történik. Ott már nem kell semmit kérni, megköszönni szabad van, és itt a háláról szó. Ott már nincsenek bűnök, kimaradhat az imádságból a bűnvallás. Ott az Isten imádása tölt be mindent teljesen. Ezt azonban csak alázatos lélekkel lehet csinálni.
olyan sokat mond ez a kifejezés, amit most már nem akarok részletezni, hogy még ez a 24 vén is, akik szintén trónusokon ülnek ott az Isten trónja körül, a koronájukat leteszik a trónus elé, és ezután hangzik föl az Isten imádása. Mi betegesen ragaszkodunk a koronánkhoz. Kivétel nélkül minden ember hajlamos arra, hogy uralkodni akar, parancsolni akar, igazságot tenni, ítélkezni mások fölött. Megvan a véleményünk sok mindenről és sok mindenkiről, és mondjuk is, sokszor gondolkozás nélkül, a tényeknek csak egy részét ismerve, nagy magabiztosan uralkodni akarunk. Az asszonyok legalább a konyhában, a férfi ember legalább azon a nyomorult, másfél négyzetméteres íróasztalon, ahogy a múltkor mondta valaki, legalább ide ne nyúljon semmi, ez az én birodalmam, birodalmat akarunk és uralkodni akarunk. Még Isten fölött is. Ezért van az, hogy számon kérünk rajta dolgokat. Hogy engedhette meg az Isten? Érzékeljük, hogy emögött istenkedés van. Egyáltalán nem az imádat lelkülete. És a mi értjeinkkel ostromoljuk Istent. Uralkodni akarunk. Igazán imádkozni is, de Istent imádni csak azt tudja, aki fogja a koronáját és leteszi Isten előtt. Én nem akarok uralkodni. Magamon sem tudok uralkodni, Uram. Hát nem tudok a nyelvemen uralkodni. Ezért fordul elő, hogy kiszaladt a számon. Miért szaladt ki? Miért nem uralkodom? Az indulataimon sem tudok. Elragadnak az indulataim. Nem én őket, azok engem. Nem éljük tetten a magunk gyöngeségét ezekben a kifejezésekben is. Aki a koronáját leteszi, aki magát szív szerint megalázza, annak a lelke már is kezd alkalmassá válni arra, hogy fölragyogjon előtte Isten nagysága, és Istent neki kijáró tisztelettel tudja dicsőíteni. És ezáltal vele egyre szorosabb kapcsolatba kerüljön, és ennek gyümölcseként megjelenjen szívében az a békesség, ami minden értelmet felülhalad. Az Ézsaiás 57-ben olvassuk, Isten önmagáról mondja, magasságban és szentségben lakozom, de az alázatos szívűvel is. A Jelenések 4 arról szól, hogy ő magasságban és szentségben lakozik. De ez nem azt jelenti, hogy elérhetetlen távolsága tőlünk. Ha én a koronámat leteszem, ha őszinte alázattal nézek rá, és így viszonyulok a többiekhez is, akkor átélem az ő jelenlétét, az ő közelségét. Az úrasztalát megterítettük. Az lenne igazi, hogyha a tövis koronás király előtt most mindnyájan őszintén meg tudnánk alázkodni, és aztán megtapasztalnánk, hogy aki magát megalázza, azt ő felmagasztalja. Aki ő előtte a porig hajol, azt ő felemeli, és békességgel ajándékozza meg ennyi nyomorúság között is, amennyi között most élnünk kell. Imádkozzunk! Istenünk, dicsőítünk téged azért, mert te uralkodsz. Bocsáss meg, hogy sokszor elfelejtjük ezt. És vagy mi akarjuk kezünkbe ragadni az események irányítását, vagy megtelünk félelemmel, hogy számunkra ismeretlen, sötét erők labdáznak a mi kicsi sorsunkkal, és ki tudja, mi minden irányítja ezt a nagy történelmet is, és kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Segíts minket, hogy egészen kiszolgáltassuk magunkat neked. És ott a te atyai kezedben hadd legyen biztonságban az életünk. Megvalljuk bűnbánattal, hogy hiába akarunk, nem tudunk mi uralkodni. A gondolatainkon sem, semmin sem. De szeretnénk kérni, hogy te uralkodj rajtunk. És mi szeretnénk a te engedelmes szolgáid lenni.
Sőt, te azt mondtad, Úr Jézus, hogy lehetünk az Atya gyermekei. És nem úgy beszélsz velünk, mint szolgákkal, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az Atya, hanem úgy, mint fiakkal, akiket beavatsz a te atyai tervedbe, Istenünk. Engedd, hogy az előtted való megalázkodás, a sokkal mélyebb, őszintébb imádkozás és a te imádásod során ilyen közelségbe kerülhessünk hozzád. Szeretnénk mi is leülni a kis sámlira, és nézni, hogy hogy dolgozol, és bízni abban, hogy te dolgozol. Köszönjük, hogy mindent megtettél annak érdekében, hogy mi abból a messzeségből, ahova sodorodtunk tőled, visszakerülhessünk hozzád. Hogy abból a mélységből, ahova zuhantunk, kiemelj minket, és újra halló távon belül kerüljünk. Köszönjük, hogy van szavad hozzánk, és lehet szavunk te hozzád. Köszönjük minden meghallgatott imádságot. Köszönjük, hogy sokkal többet kapunk tőled, mint amennyit kérünk. Köszönjük, hogy kérés nélkül is oly sok ajándékot adsz. Segíts ezeket észrevenni, és amivel sáfálkodhatunk, azokat másoknak továbbadni. Kérünk, beszélj velünk még tovább is ezeken az igéken keresztül, és segíts, hogy betagolódjunk mi is a világ mindenség dicsőítésébe, és így hadd éljük át, hogy nem gazdátlan a mi életünk, és nem gazdátlan ez a világ, hanem neked bölcs terved van vele, és velünk is, amit egészen bizonyos, hogy meg fogsz valósítani. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az úrasztalát megterítettük, akik már otthon készültek, vagy most dőlt el a szívükben, hogy koronájukat leveszik, és engedik, hogy a tövis koronás Krisztus erősítse meg őket a továbbiakra, azokat Jézus szavaival hívogatom: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terheket hordoztok, és én nyugalmat adok nektek. Mielőtt pedig azokat, akik nem tudnak itt maradni, áldással elbocsátjuk, énekeljük a 251. énekünk utolsó három versét, a 251. ének 6. és következő verseit: imádlak én is téged, teremtőmet, gondviselőmet és üdvözítőmet.
semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Istennek. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.